Ez 25 millió forintos keretösszeggel működik, most már évek óta. A legutóbbi június 28-i közgyűlésen fogadták el a képviselők a civil szervezetek támogatására szolgáló 2013-as keret felosztását, időseket, kultúrát, sportot, ifjúságot és hátrányos helyzetű embereket támogató szervezetek kaptak idén támogatást, a 186-ból 149 pályázat nyert és jutott önkormányzati forráshoz. 50 ezer forinttól 480 ezer forintig terjed a támogatási összeg, és nagyon széles a paletta, sport, hátrányos helyzetű gyermekek, kulturális rendezvények, ezek talán a legfontosabbak, amelyeket tudunk támogatni, 25 millió forintos a keret, és a visszajelzések alapján elmondható az, hogy pozitívan értékelik ezt a támogatást, hiszen 2007 óta minden esztendőben kírja az önkormányzatunk, és az egyszerűség, ami miatt szeretik a győri civil szervezetek ezt a pályázatot. Az új pályázati rendszer úgy tűnik bevált, hiszen a pályázók 84%-a érvényes anyagot nyújtott be. A szervezeteket és alapítványokat hatékonyan támogatta a Civil Információs Centrum, amely nagyban hozzájárult a sikeres pályázatok elkészítéséhez. A Civil Információs Centrum munkatársai mindenben segítséget nyújtott. Nagyon jó kapcsolatunk van velük, szeretném is megköszönni nekik a sok segítséget. A civil szervezetek bejelentkezhettek a Fülöp Mónikához vagy a Kollár Andráshoz, és segítettek a táblázatok kitöltésében, így a 20%-os önrésznek a kiszámolása az nem jelentett gondot, úgyhogy emiatt csak egyetlen egy civil szervezetet kellett kizárni, és a statisztikailag is nagyon jó. A nyertesekkel július 20-áig kezdeményezi az önkormányzat a megállapodások megkötését, utána pedig hamarosan pénzhez is jutnak a jól pályázó civilek. A sajtótájékoztatón újságírói kérdésre elhangzott, Győr a hasonló népességű városokhoz képest nagyságrendekkel több pénzzel támogatja a társadalmi szervezeteket, és ez a hagyomány a város törekvése szerint a jövőben is megmarad.